8 méter széles, 5,5 méter magas óriás kézilabda őrzi az Audi Eto KC emlékeit mostantól az egyik győri körforgalomban. A fémszerkezeten ugyanis az immár 5-szörös BL győztes csapat legszebb pillanatait csodálhatják meg az erre járók. A kézilabdában az elmúlt időszakban elértek, méltóvá tette őket is arra, meg mi is megtaláltuk ezt az ötletet, hogy egy körforgalomban egy labda építésével és a labdán pedig egy esemény meg egy-két eseménynek a megörökítésével állítsunk, hát mondhatnám azt, hogy emléket, de remélhetőleg ez nem csak egy emlék, hiszen a jövőt is mutatja a későbbiekben. Az Eto története legsikeresebb évét zárta, hiszen veretlenül nyerte nem csak a bajnokok ligáját, hanem a hazai bajnokságot és a kupát is. Még többet kell dolgoznunk, még jobban kell dolgoznunk, hiszen hogyha ilyen gesztusok érik az embert, hogy a város vezetése ilyen mértékben is, ilyen alkalommal is gondol a csapatunkra, azt gondolom, hogy nekünk erre még inkább válaszolnunk kell, és hát nyilván a mi válaszunk az lehet, hogy jövőre még közönség szórakozhatóbb játékkal, még talán egy kicsivel, pár újdonsággal ismét sikerül elhódítsuk majd a különböző trófeákat. A labda elhelyezése sem véletlen, hiszen amellett, hogy a város egyik legforgalmasabb csomópontjáról van szó, ez az út vezet a csapat otthonául szolgáló sportcsarnokba is.